Újbúj mindenkinek ebben az animációban az Árpádok vándorlásával modellezzük a magyarság ős történelmét. Az a a csoporton belül, itt ilyen 23 ezer éves nagyjából a kezdeti pont a képen, is látjuk, hogy abban az időben ilyen telepviszonyokkal állunk szembe, Szkeppetundra és ilyen különböző sivatagok, sarköri és alpin sivatagra figyeljünk és ott alakul ki az ANE, vagyis ősi észak eurázsiai csoport, lilával jelölve, ugye ez, amit török Tibori genetikus is észlelt az ősmagyarság kapcsán. Itt van ugye a Málta fiúnak a lelőhelye is, a könnyékén környékén, a Málta bullet kultúrában Itt látható a Málta fiú, az előhelye, az R apai Hapló csoportba tartozott, ami ugye hát minden eredje, a, meg hát is az őse. És itt látszik a Málta fiú DNS-ében, hogy a, nagyon, a piros ugye ez az Ane, őségurázsai, de még tartalmazol iráni és vagy a nyugati vadászgyűjtögetőt, tehát európai vadászgyűjtögetőkkel azonos génszakaszokat is. Aztán elindul az R-hapló csoport, ezen a képen ezt látjuk, nyugati irányba, ugye, és a P és a Q is innen a, az anéből, ugye ezek az altai, meg még akár az indián népekhez is eljutunk. Itt visszafele megyünk most egy picit az időben, látszik a világos kék P hapló csoport, hogy Észak-Iránból Ázsiába, és visszajutunk ugye Afrikába, tehát nem a vértes szőlősi előember lenne a legősibb magyar, mert az nem is homo sapiens, sapiens volt. Aztán a következő ábrán, egy vágott verzió, ez eredetibe pörgetek, elindul az r 1 egy aplo csoport, Kaspitó tól, majd nyugati irányba. Mert még korábban az r ott a dátum, ez a 22.000-től 18.000-ig. Aztán már itt járunk a mai Moldova területén, illetve a mai Románia területén. Bemegy egy ág Szíria területére. A másik ág délfelől ugye bejön a Kárpát-melencébe, sőt ugye tovább is megy a mai osztrák területekre, és akkor most jön majd a minket érdeklő ág. Ez éjszakról támadja be a kárpát -merencét. Itt van. Nem még nem ez az, ez a balkáni változat. És most jön a, az északi. Migrációs hullám. Itt lehet szemléltetni, hogy az N1 -e csoport mikor és hogyan népesíti be Európát. Van egy ilyen 8000-től 5000 évvel ezelőtti állapot. És el kell érkeznünk, ugye az Z600. Itt is van, ugye itt a lengyel területekre teszi ezt az Z645-öt, a Kárpát menencébe helyezte. Nagyon nem. Térel a kettő, mind a kettő ugye közép-európa, és nekünk inkább ilyen távlatokba kell gondolkodni. És ugye van egy, ami elindul, ez a. nem, aminket érint ez Európában van, és ez lesz az az é 93 majd 5000 évvel ezelőtt mutációja, amely elindul keleti irányba, és lészen majd az árpádok őse. Most egyéb más mutációt mutat az animáció. 5000-től 4600 évvel ezelőtt mutálódott az E93-as. Ugye ez lesz az, mondom még egyszer, amely majd keletre vándorol, és a preszkíták vándorlásával hozható mindez összefüggésbe. Innen folytatjuk a videót. Ugye előzőekben itt hagytuk abba. Az egyik ág az éket Z-283-as volt. Egyébként a skandinávokban, a skandináv germánokban is van erednyja. a Apró csoport. És itt megjelennek már a kultúrák. Gyeper, Donyec és a korai Yamnaya kultúra. Ők eredj B voltak, de látszik, hogy bekúsznak az eredj a felség területére. És az eredjával együtt kialakítják, ezt a kárder vagy zsinor-díszes kultúrát, ami nagyon fontos lesz majd, hiszen már előbb bemutattuk, hogy ezek fognak keletre vándorolni, itt még a katakomba vándorlás, aztán a poltavka vándorlás, az már érinti a délurát, és ugye ott van egy poltavka kultúra, ezek mind-mind a magyarság ősei, és ugye hát az Árpádoké is egyben, Ja, ezek azok a kultúrák, amiket általában indo európainak én azért mondom, hogy hazudnak, mert egyáltalán nem tudják bizonyítani ezen állításukat nemzetközi viszonylatban. És itt már látszik, hogy ott a germán népekben megvan a mai napig az az északi norvég területeken a lilában jelölt DNS-ek, hogy az a terület majd ahol a dredjának a járulékos mutációi. Hát ez csak ilyen misztikus képe, hogy hol, van, hol kell keresni. keresni az árpádi rokonságot, és miért gondolják indo-európai ezt, mert hát megvan a germánokban is, de hát ugye hát a keleti rész az meg nem. Egészen más. Itt van az E 645 es egy kicsit Pontosan, hogy a fordítva mutatja Európát, észak felől, itt lesznek elterjedve azok a hapló csoportok, az a Z645, ami közös őse ugye keletre vándorlónak az Európában maradtéval. Észtország területén lengyel, svéd, fehér orosz, Bocsánat, Litvánia, és a többi, és a többi. Ezek mind-mind ennek ilyen arhaikus lelőhelyei ennek a mutációnak. És akkor így szépen jönnek elő a dátumokkal, ugye mínusz az annyi évvel ezelőtt. Fatyanov kultúra, az is nagyon fontos. Uneticse, Zsinordiszes, megint csak a keletre vándorlást láthatjuk. hol fordul el, ugye ez az E93-as. Megkaptak a Tarim menencétől éjszakra, van egy nagyobb góc. Itt van a Kukutyerni Tripiniakult, ezt mindig elmondjuk, hogy itt éltek, a magyar is ugye ott látszik, hogy Moldova. Ez az előbb említett Fathianovo kultúra, két kultúra kapcsolata, és ugye az uneticse kultúra kapcsolata, ugye láncolatot alkot. Hát ez az ez szak, ugye ott van a 2800, és az a attól már csak fiatalabb, ami elindul majd az, az Urálhoz, már ott is van, és ott lesz majd a a kultúra. Ami azért nagyon fontos, hogy hát, a Zabasevó, andronovú a mak, amiről ne is beszéltek, Poltavka, ezt mind-mind előhozták ők is. Szrubnaja, gerendavázas kultúra. És így ugye, itt már bezárólag egész Eurázsiában magyarság preszkít a ősei találhatóak, nyilván több más népé is, de a miénk is, és az árpároké is. És majd itt a szintasta kapcsolat. Ugye megint ugye szemléltetjük a keletre vándorlást. A szintasta kultúra a keletre vándorlás, hogy ez a hun. Hunoké okay lesz majd. Van egy másik Kaspitó melléki, Araltó melléki. történeti Horezmiába. Jó. Itt van Arkaim lelőhelye, ami a szintasta kultúráé ezek teljesen európid emberek, bár melyik mai európai ember közé elvegyülhetnének külsőjük alapján, senki fel nem ismerni őket, tehát semmi mongolid jelleget nem tartalmaznak. Na itt vannak a ezek a körkörös építmények, majd lesz egy rekonstrukció is, Hát ez a mai Kazaksztán területe lenne. Látszik a... Az ...építmény. Aztán egy következő vándorlás, lesz majd a B Mak területére, illetve a rézzel bemegyünk a Szabárta hínak mondott, vagy Urmainak mondott területekre, ahol a magyarság egyik része él, élt, ez a terület, ami egy bölcs és torna. Egyébként a legrégebb írásos forrás a magyarság önmeghatározásával kapcsolatban bölcs és tarmagy, vagy tar, Magyar, vagy tormás, vagy tarmacsú, mondják mindenek közlése, Píblóban született Konstantinnál, ez ugye a baktiát látjuk, ami hát arról szólt, hogy mi nem türkök vagyunk, hanem szubartui, Zabal-aszfal folyó mellékiek. Hát ez az előbbi terület lenne, ahol hát egyelőre még nem kutat senki a hivatásosok közül. Lezsák Gabriel a régész a kaukázus északi előterét kutatja. Egyébként az is fontos terület a magyar szempontjából, de az inkább a későbbi korokra ad választ. Tehát ez a 9. század, 8. és nem a még korábbi időszakra. Hát ezek lennének azok a kultúrák, a angol elnevezések, ugye a baktria, Andronovó, Poltavka, Abasevó, Szintasta, Kukuteni, Unetice, ahol kapcsolatban megindul egy ilyen Indoária ág, ez elképzelhető egyébként, mert e, nem valószínű, hogy a Heftelit a hunokkal jelenjenek meg ezek a DNS-ek, ahogy ugye korábban voltak. Sokkal régebbi ez a vándorlás, és ez már nem köthető a magyarság őseihez, tehát valószínűleg itt, itt válik szét a indo-uráli, mit a mitannival kapcsolatban, ugye a Mada nép, és ugye Mitra napisten és említése, és egy mitanni hettita szerződés kapcsán látott napvilágot. Tehát én inkább azt mondanám, hogy magyarság és az Indo-áriák őse is ettől fakad, bármilyen furcsán is hangzik, és Hát ezek a őseurópai kultúrák keveredve majd a szamoéjét típusú, akkor is azt hívja majd későbbiekben a tudomány mancsiknak, vagy finnugoroknak, vagy akárminek, ugoroknak. Ami megmarad tisztán szamoéjétnek, az meg tisztán szamoéjét marad. Úgyhogy ennyi lett volna röviden, de tömören a szemléltetés. és köszönöm szépen a figyelmet!